Annak már lassan 10 éve, amikor a Vakok és Gyengéllátók Tolna megyei szervezetének elnöke Kovács Lászlóné Marika 6-6-os közreműködésével, a szolidaritás érzésének elterjesztésével többször is meghívta a Szexárdra az éppen aktuális csörgőlabda férfi válogatottat. Mert hogy a korábbi csapatoknak oszlopos tagja volt az őcsényi értelmiségi vak fiú Orsó Zsolt. Akkor egymás között játszottak valamelyik tornacsarnokban, most pedig, és ez örvendetes hír, egy 2 éve már létező, a Szivárvány általános iskolára építő, a Fekete Gólyák KC égisze alatt létező szexárdi csapat ellen, amely, csak eddig erről nem igazán szóltak a híradások, már a parasportolók számára kiírt másodosztályú bajnokságban szerepelnek rendszeresen. Nyilván szeretnénk segíteni a vakokon, gyengénlátókon, szeretnénk sportolási lehetőséget biztosítani. Itt van a jó példa, ugye a Pintér Zsolti, aki vaklétére dolgozik, sportol, zenél, tehát nem lehetetlen ez a feladat. A szolidaritás megsüvegelendő cselekedete ez az NB1B-s kézilabda csapatot működő Fekete Gólyák KC-től. A srácok, a jelenlegi csapattagok nagy-nagy izgalommal készülöttek már a mérkőzés előtti 1 órában a bemutató meccsre. A vakok számára egyéb iránt ez a labdajáték, a csörgő labda a legnépszerűbb. Az én életemben a sport meg a zene az a két dolog, ami igazán szerepet játszik, úgyhogy szeretem mind a kettőt csinálni, és össze is egyeztethető. Zsoltot, aki semmit sem látóan, vagyis vakon született meg, eddig zenészként, gitárosként, énekesként ismerhettük meg a különböző rendezvényeken. Nos, a csörgőlabda csapatban ő a center. Ami azt jelenti, hogy ugye az ellenfél labdáját védi a center 9 méterben, az ő dolga. Igazából van két hátvéd is, tehát két szélsőjátékos. Hát ők inkább dobnak, tehát ez a lényeg ennek a dolognak. Azért a center az kiméri magát, ha csak lehet. A bemutató mérkőzést megelőző közös összejövetelen szóba került a csörgőlabdához szükséges kellő méretű tornacsarnok igénybevétele, pontosabban annak hiánya Szexárdon. Tornacsarnok, mert hogy a Szivárvány általános iskola csarnokát már régen kinőtték a sportolók. Jó hír, hogy a Babits Mihály általános iskola udvarán hamarosan megépülő kézilabda csarnokban véglegesen otthonra lelhetnek a csörgőlabdások.